Erős és magas fa az épület mellett, rajta a rendőrségi helyszínelés során használt mérőrúd a hatóság által készített fényképen. Ezen a fán mászott fel a mindössze 19 éves fiatal, hogy betörjön a dohány termékeket árusító üzletbe. A fáról a tetőre érkezett, ahol az megbontva jutott be az épületbe, végül a biztonsági kamera buktatta le. Az eset december 1-én, kedden este történt. A járőröket a bűncselekményről a sértett értesítette, ugyanis jelzést kapott az üzlet biztonsági berendezésének segítségével az eseményről. A helyszíni szemle és a kamera felvételek alapján kiderült, hogy a fiatal felmászott a fára, majd az épület tetejét megbontva bejutott a boltba. Apró pénzzel teli kazetta, többféle márkájú és fajtájú cigaretta, a rablónak még válogatni is volt ideje, hiszen legalább hat fajtájú dohány termés sorakozik a hivatalos rendőrségi felvételen. Magával vinni azonban már nem tudta őket. A betörő ugyanis összekészítette az eltulajdonítani szándékozott dohányjárút és készpénzt, de időközben az üzlethez érkezett a tulajdonos, valamint a riasztott rendőri egység is, így a tolvajt még a boltban tetten érték és elfogták. A fiatalt a nyomozók lopás büntet kísérletének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették, kihallgatását követően előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.